Úristen, halljátok ebben az új székembe, ez az első zsűzésem hivatalosan is fel lett avatva. Amíg el nem törik, mint az előző székem a zsűzések után. Halló mindenkinek, én Attila vagyok, és remélem, hogy mindenki észrevette, hogy végre jó sorrendben vannak a medvék. És végre nem arról kell szólni a komment szekciók, hogy Attila, nem jó sorrendben vannak a medvék, Attila, a jeges van alul, Attila, Attila. Ahogy a címből is láthatjátok, a mai videó nagyon érdekes lesz, ugyanis át fogok alakulni. Jól látjátok, Shawn Mendes képét fogom újraalkotni, és itt hozzá is öltöztem, mert itt felvettem egy ilyen kis japán virágos, vagy milyen pólót, hogy mondjam ezt, hiszen neki van egy olyan albuma, ha jól emlékszem, ami ilyen virág így kinő a fejéből, szóval ez teljesen úgy ítéltem, hogy ez a póló nagyon Shawnos. Mint tudjátok, nekem tényleg rengeteg újraalkotós videóm van, de azokat nagyon imádom, de nem csináltam úgymond olyan profi szinten, szóval csak ugye megcsináltam az újraalkotást úgy, hogy tudtam, aztán jó van az akkor, és már annyira régen volt tényleg egy újraalkotós videó, hogy úgy döntöttem, hogy itt az ideje egy újnak, egy kicsit nagyobb szintre, jobb szintre emelve, azért ne várjatok Csizmadia Gabriella szintű újraalkotásokat, azt nem tudnám megcsinálni, amit ő csinált, mert neki is amúgy volt olyan videója, amikor az Ariana Grande-nak a az valami fenomenális lett, mert olyanra, hogy ne számítsatok, de kitettem szerintem magamért. Igazából azért választottam Shawnnak a képeit, hiszen ő az egyik kedvenc férfi előadom, és tudom, hogy hát, hogy ti is nagyon szeretitek, szóval remélem, hogy akkor a videót is szeretni fogjátok, és hogyha ez így van, akkor nyertok majd rá egy lájkot, és írjátok meg lent kommentben, hogy legközelebb kinek a képét alkossam újra. Kellett valami levegőn, de most már kezdjük el a videót. Igazából ez az egész procedúra azzal kezdődött, hogy hát így lecsekkoltam egyben Shawnnak az Instagramját, megnéztem a feedjét. Rengeteg képe fekete-fehér, ami azért is érdekes, hiszen nekem az Instámon szerintem soha nem volt fekete-fehér kép, és hogyha volt is, az már 3-4 éve, amire én már nem emlékszem, mert én már nagyon öreg vagyok. A második, hogy majdnem mindegy képén fehér pólóban vagy ingben van, ami azért is tetszett, mert egyszerű, és akkor nem kell majd több felsőt beszereznem, valamint én nagyon ritkán szoktam hordani fehér felsőt. Az első kép, amit választottam, az ez volt, és ez azért is tetszett meg, hát ez csak egy portré, szóval ez csak egy felső kellett, valamint kíváncsi voltam erre a buborékos trükkre, hogy ezt most így tényleg olyan megcsinált, ugye meg tudom-e csinálni, vagyok-e annyira ügyes, spoiler, valószínűleg nem leszek. Nagyon tetszett ez a tetkó is itt a kezén, ez a későbbi képén is visszaköszön, szóval nekem is el kellett emiatt mennem tetováltatni, hiszen mindent a videóért. Remélem, ezt senki nem hitte el, természetesen Photoshop voltam, szóval a Photoshop tudásomat is teszteltem. És annyi. Itt is vagyok, már felöltöztem az első szedbe, és meg is érkezett Anna. Na, Anna, arra gondoltam, hogy az első képet azt vagy ott fotózzuk, ahol van az a fénykép, és ezt leszedem, és ráülök a kanapéra, vagy pedig itt az ágy mögötti saroknál, bár ott az lehet, az nem lesz ott elég a helyünk, szóval mit gondolsz? Jaj, de csinos. OOTD, forgok, várjatok, nézek ki. Ugye nincs megitradva a hónaljam. Ja, itt a rágból is amúgy. Vettem egy 60-as csomagos, nem 46-as csomagos rágot, ez csak elég lesz. Reméljük, annyira nem lesz szükség. Mielőtt megjöttél, olyan videókat néztem. Hogy kell kiejteni. Hogy engem pontosan kiejteni a Shawnnak a nevében, nem akarom itt elcseszni. Shawn. Tükröz. Nem fordítva, nem tükröz. Úristen, várj, tükröznöm kell most a fejem adatokat. Várj, most én is ezt zavarodtam. Te se érted? Tűrt fel ezt a fut. Aha. Igen, úgy, majd asszony vergősre, és valahogy tedd előré, mert annyira el van mosva neki a... Neki éjjel a térde. Neki éjjel a térde, nem ennyire látszódik? Nem húzd le ennyire. Vagy mi? Ne itt tartsd a kezed. Hogy van a keze? Ja, annál is itt vannak a telefonja dolgok, lezártam. Bocsi. Igen, hogy egy kicsit megtépheted a pólódat, hogy egy kicsit neked is lejjebb húzódjon. Most nyújtsam ki a pólón. Ja, láttam markás. Lejje, még a rágók. Szerintem, hogy 3-4-et kéne. Wow! Jó! Annyira biztos, mert átlátni. Átlátszik és látszik a nyelvem. Átlátszik a nyelvem, van k***a vicces.
Ennek a képnek volt az elkészítése a legnehezebb, amire nem számítottam, ugyanis mivel ez egy portré, minden apró részlet ugye nagyon látszik, és emiatt számít is, hogy hogy tartom a számot, a szemöldökömet, a lábam hogyan van, és hát, hogy hogy van az a rohadt lufi, ugyanis azt szerintem 20 percig fújtam, és nem sikerült, hogy megcsinálnom. Szóval ezt a képet meg kellett photoshopolnom, és az eredmény az ilyen lett, én ezzel szuper elégedett vagyok, hát tényleg nem hittem volna, hogy én ilyet ki fogok magamból hozni, de ez leginkább a fotósnak és Annának az érdeme, de tényleg ez annyira jó lett, szerintem ez így visszaadja a képnek a hangulatát, azért nem teljesen ugyanolyan, de szerintem ez nagyon jó kezdés. A második kép még szintén itt bent a lakásban készült, hiszen akárhogy próbálkoztam, nem tudtam itt egy kis csodafurgont leszervezni ehhez a fotózáshoz. Szóval itt eldöntöttem, hogy ez lesz az egyetlen olyan kép, aminek a hátterét is meg fogom photoshopolni, vagyis majd beillesztem magam a képbe. Úristen! Ez... I love it when you call me Szenyorita. Anna most egy kicsit át fogja szabni az inget. Nyugi, Anna, bízok benned. Szerintem ez van. Szóval vicces, hogy így állok ilyen kézzel. Ami totál beleolvadok a falba, azt nézem, lehet nem is látszódom. Na, te nagyon jó vagy ebben, mondták már. Nem. Ja, értem amúgy, értem. Kínos kis kroptom. Majdnem. Ja, de mennyire jó lesz, ja, nem egyszerűen kívül. 3, 2, 1. Hát ez nagyon király lett. Hát teljesen nagyon csinos, hogy felhívj kellene a videó végéig. Nem. Hát Én ezzel a képpel is nagyon elégedett vagyok, hiszen szerintem az a tetkó, hát mintha frissen jöttem volna ki a tetováló szalomból, és a ruha is nagyon hasonló Sonéhoz, és egészen jól sikerült beszerkeszteni a kilatból. Egészen életűen megcsináltuk szerkesztést is, szóval azt kell, hogy mondjam, hát jó, nem lett tökéletes, de hát olyat tőlem senki nem várt, de ez egész jó. Nagyon szerettem volna egy olyan képet is, amin Sean egy gitárral van, ugye ez nála nagyon ikonikus, mindig csak ott gitározgat, meg dalolászik, és ezért mindenképp kellett egy ilyen kép is, csak egy probléma van, nekem nincsen gitárom, de szereztem! Itt van, úristen, de nehéz, jaj, elnötörjön! Eljöttem Simon Fi Petire, mert tudtam, hogy neki is van gitárja, hogy esetleg nem tudná nekem kölcsönadni, és annyira rendes volt helyetek, hogy már másnap elhozta nekem. Szóval Peti, még egyszer köszönöm, hogy neki is minden linkje, meg leírása, meg minden ott lesz lent a leírásban. Ez a mondat nem volt értelmes, úgy érzem, na mindegy. Minden nagyon király volt, hiszen volt trikóm is, volt hasonló nadrágom is, azért nem ilyen elegáns anyagú, hanem csak egy sima fekete farmer, de úgy voltam, hogy jó lesz az, meg egy ilyen hozentrógerem is, szóval kezdődhetett is a fotózás. Bevallom nektek, ez a kép rohadtul nehéz volt, egyszerűen sehogy nem akart összélni, nem tudom, hogy így azt a kezét, amiben nem fogja a gitárt Sean, az hogy tartott olyan lazán, mert ugye így eltartja a testétől, és én is így próbáltam lazán, de hogy így eltartottam a kezem a testemtől, mindig befeszült a karom, és olyan feszültnek tűntem a képen, amikor nem voltam feszült, esküszöm, nem vagyok idegbeteg. Végül kijött az eredmény, ami ilyen lett, szerintem amúgy egészen jó, azért ez már nem olyan jó, mint az eredeti, de a hangulatába, meg hát azért nem olyan rossz. Ez a kép ilyen nagyon kis vagány, brós, hogy peace. Az volt a szívás, hogy itt a fények nagyon rosszak voltak, amikor fotóztunk. Most csináljuk éppen a negyedik képet, a harmadiknál annyira nem tudtam hangot venni. Kutz. Anna, te eddig mit gondolsz a munkánkról? Jók. Felgyulladt az arcom, olyan meleg volt, és meg is vakultam a kép készítése közben. Ezért az árnyékok az arcom nem lettek a legjobbak, de próbáltam ezt igazítani. Ilyen lett a végeredmény. Szerintem amúgy nem egészen rossz. Itt tapasztaltam meg azt, hogy mennyire, de mennyire nehéz fekete-fehér képeket csinálni, és én soha nem fogok ilyenek az Instagramomra, ugyanis ezeket nagyon nehéz megcsinálni, de tényleg, hogy jól nézzenek ki. Az utolsó képnek azért választottam ezt, hiszen láttam, hogy Sean itt is ilyen ingben van, amilyen mellény fazonú, és én itt kitaláltam, hogy na majd még kérem szépen megdíjazzuk azt az inget, amit előbb ugye rövid újra vágtunk, ugye majd levágjuk az ujját is. Thank you.
Itt igazából nem akartam a hátteret photoshopolni, megint beillesztem magam a képbe, és nem csak azért, mert lusta vagyok, és nem akartam megcsinálni, ezért elmentünk ott a partnak egy részéhez, és ott elkészítettük a képet, és szerintem amúgy itt az eredmény nem is lett olyan rossz, szóval hasonló a póz is, hát azért nem tudtam azt a pózt bevágni, amit ott Sean csinált, és csak azért nem olyan a fenekem, de szerintem még így se olyan rossz, de természetesen a póz a hibás, és nem én. És amúgy itt a kép elkészítése után volt egy nagyon kínos pillanat, ugyanis az Annával nagyon örültünk, hogy vége a videónak, hiszen már dél óta vettük, és ilyenkor már 4 óra után voltunk, és már majdnem éhen döglöttünk, és nagyon boldogok voltunk, hogy végre ehetünk, és Anna így kinyújtotta felém a karját, és ezért én elindultam felé, és ő elkezdett forogni, mert ugye forogni akart, én meg csak ott kínosan ott álltam. That's my life. És igazából ennyi lett volna ez a videó, még egyszer megmutatom nektek itt az újraalkotott képeket. Én nagyon elégedett vagyok Annával is, és magammal is, és veletek is, én mindenkiben nagyon elégedett vagyok. Szóval szerintem egészen jól összehoztuk, nagyon boldog vagyok. Hogyha tetszett nektek ez a videó, és tetszettek a képek, akkor nyomjatok rá egy lájkot, írjátok meg lent kommentben mindenképp, hogy melyik fotó volt a kedvencetek. Nekem az első szerintem, és azt is akkor írjátok meg, hogy kiek a képét alkossam újra legközelebb, és hát ennyi lett volna ez a videó. Nagyon remélem, hogy akiknek elkezdődött a suli, azoknak jól telik a suli, akiknek meg még nem, azoknak jó pihenést, akik meg már nem suliznak, azoknak jó munkát, és ja, már nagyon húzom ezt a dolgot. Attila voltam, hamarosan Uber találkozunk, és addig is nagyon szép napotok. Sziasztok! Jaj, a gitár! Jaj, úristen. Nincs baj a gitárnak, Peti. Nyugi, épségben van.